Köszöntelek benneteket itt a DK közösségi térben. Nagyon régóta tudjátok, de vannak itt olyanok, akik nem tudják, azért elmondom, hogy körülbelül másfél éve itt minden hétfőn tartunk előadást. Nagyon vegyesek a meghívottak. Vannak benne nyilván pártos emberek, pártképviselők is vannak benne. De most már a harmadik olyan sorozatunkat tartjuk, amelyben civileket szólítunk meg. Olyanokat, akik nem tartoznak semmiféle párthoz. Háromszor ment le a Kalocsai Képeslapok című sorozatunk, amelyben helyi emberek mutatkoztak be. Ebben volt mentős, tanár, képzőművész, sportoló, tehát nagyon-nagyon sokan, akiknek tényleg semmi közük a politikához. De mivel én közművelődési szakember vagyok, illetve lánykori nevén népművelő, így gyakorlatilag én nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy közösséget építsünk és találkozzunk. És ugyan egy kisvárosban élünk, de mégsem ismerjük egymást igazán. Tehát találkozhatunk ott olyan emberekkel, akikről nem is tudtuk, hogy tényleg ilyen érdekes dolgokat csinál. Na most... Egy kicsit kitekintünk. Kilépünk Kalocsáról, és most meghívtam egy embert, aki itt áll mellettem, ez egy jó nagy ember, akit úgy hívnak, hogy Medgyes Attila. Ő civil, de a közéletben aktív, és vannak ambíciói. És meghívtam őt, és arra kértem, hogy mondja el, hogy mi a helyzet Csortvadkerten, ő hogyan csinálja a kampányát, mit tudunk tőle tanulni? Azt mondta, hogy ő nem ad elő, hanem inkább kérdezzünk, és fogunk is, reményeim szerint. Én elkezdem, aztán majd megjön a kedvetek, és bombázzátok Attilát nagyon-nagyon sok kérdéssel. Most helyet foglalunk, és mindjárt meg is kezdem a kérdések sorát. Jó, de azért köszöntök. Jó, köszöntök mindenkit. Örülök, hogy találkozunk. Látom, hogy a hölgyek mindannyian voltak fodrásznál. Nagyon csinosak. Az urak is felvették az ünneplős ruhát. Előjáróban csak annyit szeretnék elmondani, hogy valóban nem vagyok pártag, és nem is kívánok lenni. A civileket képviselem, és egy saját elgondolás irányába mozdulok el. Többen mondták, hogy nem túl jó ómen a DK-hoz úgymond eljönni, mert nem mutatnék jó a képeken, de hát a véleményezők ellentétben az a szerencsés helyzet, hogy mivel független vagyok, oda megyek, ahova akarok. Nincsen gazdám, nem mondják meg, hogy mit csináljak, nem tartozok elszámolásra senkinek. Nem úgy, mint akik esetleg ezt rólam állítják. Örülök, hogy itt lehetünk. Na, foglaljunk akkor helyet. És mindjárt meg is előlegezik neked a tapsot, és tényleg nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mi történik. Ugye, hát bennünk úgy él, és a sajtó is úgy hozza, hogy hát az arany háromszög, Kiskörös, Soltvadkert, Kecelnek a környéke, és hát ez a Fidesznek a fellegvára. Mondhatjuk nyugodtan, hogy a Fidesznek a fellegvára. Tegnap megjelent a Telexen egy cikk. Érdekes, mindenkinek ajánlom. Bács megyei szavazási eredményeket taglalt, és ott azt mondták ki egyértelműen, hogy a nagy harcok, azok Bács-Kiskunban nem a megyeszékhelyen lesznek, hiszen Kecskemétet minden valószínűség szerint elviszi a Fidesz, a Mercedes gyárot tényleg egy jó minőséget hozott, meg pénzt is hozott, hanem a nagy csaták a kisvárosokban várhatók. Hát reméljük, hogy ez így lesz Soltvadkerten, és így lesz Kalocsán is. Mindenkinek még mondom elnézést, egy személyeset. Van rajtunk egy jelvény, most kaptuk, most hozta a Csabi. Az van rajta, hogy nő az esély. Lehet gondolkodni rajta, hogy miért ez a szlogenünk vajon itt Kalocsán, hogy nő az esély. Megmondom, aki nem tudná, én hány forintos kérdés, ki tudja a választ? Nem tudjuk. Nem? Én annak, aki nem tudja, elmondanám, hogy én 4 pasival fogok küzdeni. Mondják is, hogy hát elég hülye vagy kell ez neked, de azért bevállalósak vagyunk. De térjünk rá Attilára. Először is azt kérdezném, Attila, hogy ki vagy te, Medgyes Attila? Hogy kerültél oda Soltvadkertre? Mit csinálsz te ott? Aztán majd rátérünk a közéletre is. Jó? Hát én egy egyszerű
hétköznapi ember vagyok, aki sokat látott, kevés iskolával rendelkezem, és hát nagyon sok hiányosságom is van, de hajt a szívem, a vágyaim, az álmaim, és ezekért hajlandó vagyok nagyon sokat tenni. 72-ben születtem, tehát 52 éves leszek pont március 29-én, úgyhogy nem vagyok már olyan fiatal. Viszont belül úgy érzem, hogy még van bennem jó néhány aktív év, és ami olyan viszonylagosan magabiztossá tesz az átlagtól eltérően, az a rengeteg élettapasztalat, ami a 18 helyen lakás, a költözködés és a folyamatos beilleszkedésnek köszönhető. Leginkább fiatal korban, amikor még az embernek a befogadó képessége nagyon nyitott. Egyébként ez megmaradt a mai napig, hogy ahogy úgy öregszik, az ember nem zárkózik be, nem záródik be a világ maga körül, és érdeklődéssel figyelem az új dolgokat. Készcsókolom. Úgyhogy például a 8 általános osztályt is 5 helyen jártam ki, de nem azért, mert annyira rossz tanuló voltam, hozzáteszem, nem voltam jó tanuló se, hanem egyszerűen a szülők költözése és az úgymond folyamatos a szülőknek a munka megbízása miatti költözködésnek lettem gyakorlatilag a úgymond bizonyos értelemben véve áldozata. De én azt gondolom, hogy ez, ahol mindig nagyon nehéz volt újként beilleszkedni, ez egy olyan helyzetet teremtett a későbbiek folyamán, ami nagyon jól jön. Egy ilyen új helyre való költözés alkalmával, beilleszkedés alkalmával, és mindig nagyon nehéz volt elfogadtatni azokat a úgymond másfajta gondolatokat, hozzáállást az élethez, amivel bírtam. Ha vidékről költöztünk városba, akkor megbélyegeztek abba, hogy paraszt vagyok. Ha városból költöztem vidékre, akkor panelházi patkány vagyok, és hát szóval volt minden. Általában véve nagyon mérő alulról kellett kezdeni, több esetben történt az, hogy bántalmaztak, stb. Tehát gyengébb is voltam, vékony voltam, nem voltam hízékony. Már ez nagyon megfordult egyébként, úgyhogy furcsa játékot játszik velünk az élet. Viszont tényleg megtanult alkalmazkodni, meg elfogadtatni magunkat, és nagyon-nagyon sokat kellett dolgozni mindenhol. Ez a Soltvadkerti lét, ez 30 éve kezdődött, mikor ide költöztem, és igazából az, hogy így a politikai életbe belevágtam, ez egy ilyen személyes input, személyes indítatás volt, ahol egy sorozatos összdöntés miatt úgy éreztem, hogy nem hagynak érvényesülni a döntő pozícióba lévők. Tehát úgy gondolom, hogy rosszul mérték fel a helyzetet. Biztos, hogy én is tettem érte, én is a megfelelő hangnembe reagáltam bizonyos dolgokra, de jelen pillanatban úgy gondolom, hogy ez a kisebbik probléma. Egy biztos, ilyen nehéz dolgom még nem volt soha. Tehát a Soltvadkertiek nagyon zárkózottak, nagyon egy belső világ, nagyon nehezen fogadnak el külső embereket. Tehát gyakorlatilag oda ahhoz, hogy az embernek szava legyen, bizony születni kell. Ez a 30 év konklúziója. Hát röviden ennyi. Okay. Mikor kezdtél el közélettel foglalkozni, Attila? Mikor ötlött föl benned, hogy valamit kéne csinálni? Akkor, amikor azt kell, hogy mondjam sajnos, hogy személyesen értek olyan, hát nem is azt mondom, hogy támadások, de olyan igazságtalanságok, és úgy éreztem, hogy ez ha jobban megnézzük, kivetül a társadalomra is, és mikor úgymond kezdtek rosszul menni a dolgok a Fidesznél. Mert megmondom férfiasan, hogy a legelső körben, most már nem tudom pontosan, hogy mikor, de a Fidesz első hatalomra kerülése környékén én is a Fideszre szavaztam. Tehát nem akartam, hogy az MSZP, meg ez a régi begyepesedett rendszer, ez az igazságtalan rendszer, ez maradjon vagy visszajöjjön, mert nagyon-nagyon beurasodtak a vezetők, kiskirályokká váltak, nekik mindent lehetett, és igazságtalannak éreztem ezt az egészet, ami addig volt. És vágytam a nyugatra, én is úgy, mint ahogy a szüleim, amikor ugye felnyitották a sorompót, és megnyílt a lehetőség nyugat előtt, lehetett menni Ausztriába, és hát elcsábított bennünket az az igazság, ez az egész dolog. És ekkoriban a keresztanyám Linka Józsefnél egy ilyen húsüzemet vezetett, először egy áfészüzemet, majd aztán később egy magánüzemet a településen,
és az én szüleim nagyon sokat jártak hozzá segítséget kérni. Ugye mi egy kvázi proli családból származunk, három fiúgyermek van, és a Soltvad kerten élők, úgymond keresztanyám, a testvéremnek a keresztanyja egész pontosan, jó szituált, jó körülmények között élt, nagyon jó szituált, nagyon jó körülmények között élt. Nekünk a Tiszántúlhoz, az ottani átlag életszínvonalhoz képest, és mikor eljöttünk hozzá apuval, vagy eljöttünk nyaralni, akkor olyan volt, mint egy kis nyaralás. Mint Ausztriába, vagy külföldre mentünk volna. Olyan csodálatos volt a település. Tényleg nyugati autók álltak a házak előtt sok helyen. Szép volt az üdülővezetük, gyönyörűen le voltak vágva mindenhol a növényzetek, a fű, ápolva volt a kert. És én azt gondoltam, hogy ez bizony, akárhogy is nézzük, mert ez csak munka által van így, itt nagyon-nagyon szorgalmas, dolgos emberek laknak, és egyszer majd én is ide fogok költözni. Hát ez gyerekkorban volt. Úgyhogy miután a Fidesznél jöttek a problémák, akkor én úgy gondoltam, hogy ez nem túl jó irány, és megmondom őszintén, hogy a sok nevelkedésem, a sok neveltetésem, vagy sok hely között volt Orosházán egy olyan időszak, amikor tollas cigányok között nevelkedtem 2 esztendeig. Tehát libás cigányoknál fizikai munkát kellett végezni, húzni a kutat, a libáknak inni adni, és úgy elég jó beleláttam az életvitelükben, noha én nem vagyok roma, meg nincs hozzájuk igazából közöm. Megvannak ott is a hasznos dolgok, meg a rengeteg haszontalan is, és én úgy gondoltam, hogy ez is vihet úgymond bennünket előre, és az alsó társadalmi rétegekkel, akikkel most igazából szociális munkával foglalkozom, azoknak a javarésze roma származású. Úgyhogy az, hogy elfogadjanak, vagy hogy, hát nem is az, hogy szót fogadjanak, mert az soha nem fog szót fogadni, de az, hogy bizonyos dolgokat elfogadjanak tőlem, vagy valamilyen szinten tiszteljenek, az azért megvan. Valahogy azért sikerül velük szót érteni. És hát miután ugye nem tetszett a jelenlegi vagy az akkori vezetés, és láttam a visszaéléseket, láttam azt, hogy ezek a roma, hogy is mondjam, viselkedési jellemzők, gesztikuláció, artikuláció, kézmozdulatok, testbeszédek nagyon kijön a kormányfőn. Én nekem nyilvánvalóvá vált, hogy ő ahhoz a társadalmi réteghez tartozik. Most ezt nem bántó szándékkal mondom, mert ismerek nagyon rendes romákat is. De számomra nyilvánvaló volt mindez, és elkezdtem figyelni azokat az alűröket, mozdulatokat, meg beszédet, meg cselekmény sorozatot, amit csinál avval szemben, amit mond. És én ott észrevettem, hogy ez egy életen át nem tartható. Tehát akármennyire vissza van ez az ember, úgymond szorulva, zárva a saját kis környezetébe, és nem lehet, meg van neki mondva, hogy mit lehet, meg mit nem lehet csinálni bármit, előbb-utóbb ez ki fog rajta jönni. És egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokáig bírta. Tehát 20-30 évet lehúzni úgy, hogy ennyire visszafogottan élni, az nagyon nagy dolog. Tehát az majdnem olyan, mint egy ilyen szántából valaki bevonul egy börtönbe, vagy valami ilyesmi. De azért most már kijön. És ő... Hát kijött korábban is valóban. Eleinte így a Jobbik felé húzódva, a Vona Gábor beszédein fellelkesülve, szerettem volna hinni, hogy úgy vannak dolgok, ahogy mondja. Aztán nem gondolom azt, hogy csak miatta nem úgy volt, de az nagyon taszított, hogy az alsó társadalmi rétegeket megbélyegzi, megkülönbözteti. Tehát ott vált el az, hogy én biztos nem vagyok jobbikos, mert egy jó ideig úgy gondoltam, hogy szélsőséges, radikális jobboldali vagyok, de hát ezt mélységesen elítélem, hogyha valaki egy másik társadalmi csoportot el akar taposni, nem tehet arra, hogy annak született. Úgyhogy úgy éreztem, hogy ez nem az én világom. Szerencsére mások is úgy érezték, és akkor így jó messzire kerültem ettől a pártosdítól. És ez egy nagyon jó példa volt arra, hogy semmilyen pártos, semmilyen elköteleződés ne kössön a továbbiakba. És akkor elkezdtem ezzel a dologgal foglalkozni, de akkor még nem olyan szinten, mint most, hanem egyszerűen csak így foglalkoztatott, hogy igazságtalannak tartom ezt a jelenlegi helyzetet. Tegyünk együtt Soltvadkertért, van egy ilyen oldalad. Én szoktam is nézni, mert ismerősöm vagy. Javaslom sokaknak, és azért is hívtam meg Attilát, mert úgy gondolom, hogy amit ő csinál, abból mi tanulhatunk, és én példaértékűnek tartom, amit ő csinál. Te most jelenleg képviselőtestületi tag vagy, egyedüli, függetlenként?
Nem, van még két képviselőtársam, aki független, de az egyik volt már talán kisgazda, meg majd jobbikos, a Zsikla Győző képviselőtársam, akiről úgy tudom, hogy a továbbiakban nem akar indulni, illetve egy helyi vállalkozó, Weppert Sándornak hívják, és ő is függetlenként indult. Én úgy gondolom, hogy őt felkérésre, a fideszes polgármester felkérésére indították, vagy indult el. Az utolsó pillanatban döntött egyébként úgy sokáig, kérlelte a polgármesterünk Feri. Én ezeket technikailag szavazatmágnesnek hívom. Tehát, hogyha nem az övéi közül indítanak, akkor én azt gondolom, hogy azért, hogy az ellentábor esélyeit rontsa. Egyébként ez egy tök jó taktika. Én nem is ítélem el, meg Sanyi nem rossz gondolkodású ember, csak gyengécske, és hát őt is szólítja a vállalkozásra, rengeteg feladata van. Nekem azt mondta, szoktunk beszélgetni egyébként, hogy nem tudott annyit tenni Soltvadkertér képviselősége alatt, mint amikor nem volt képviselő. És ezt ő fájlalja, neki ez rosszul esik, és vannak tök jó gondolatai, hogy tudná ezt úgymond kvázi errehozni. Nem hatalmazott fel arra, hogy erről beszéljek, de szóval úgy érzem, hogy jó szívű, jó szándékú ember, de ő is el ezt, hogy kiszáll. A jelen pillanatban ott tartunk, hogy ha a jelenlegi testület így maradna, akkor két kiszálló biztos, hogy van, és mind a kettő független, és egyedül én vagyok még független. És te ott hogy bírod, Attila? Hát, kicsit úgy bírom. Beszéljelől. Én azért úgy hallom, hogy vannak ott harcok. Hát, hogyha valaki megmond valamit, vagy számon kér, az én vagyok, nyilván a saját köreikből nem hozzák kellemetlen helyzetbe a felső vezetést, egyébként az érthető. Kb. Úgy érzem magam, mint amikor így osztályra osztályra az első napokba be kellett menni, de hát nem szokatlan. Tehát valahogy úgy el vagyok ezzel. Én azt gondolom, hogy ha ezen sikerülne változtatni, egy jobb arányt legalább elérni, akkor azért ezt a zártabb, egy kicsit az ösztönöktől, az érzelmektől eltávolodott Soltvadkertet, ezt vissza tudnánk rázni egy ilyen szerethetőbb környezetté. Tehát nincsenek túl nagy elképzeléseim. Eleinte nagyon sokat hajtott azt, hogy azokat az igazságtalanságokat, amiket megcsináltak velem, azt visszaadjam. Még most is vannak olyan gondolataim, hogy a számlát ki kellene fizettetni velük. De az az igazság, hogy engem is iskoláz, ez az öt esztendő. És nem minden fekete és fehér, de azért az alapelveim azok megmaradtak továbbra is. Tehát szeretném azt, hogyha valamilyen elégtétel azért megtörténne, mert úgy nem mehet tovább semmi, hogy nem rendezünk dolgokat. És azt gondolom, hogy nekem is változnom kell valamilyen szinten, mert én sem vagyok alkalmas erre igazán. Tehát itt nem is arról van szó, hogy ki alkalmas egy település vezetésére, vagy az emberek vezetésére, hanem ki a rendelkezésre álló állományból a legalkalmasabb, talán. És ez egy összetett dolog. Tehát azt nem gondolom, hogy egyedül el lehet vinni ezt az egészet. Főleg akkor, amikor tételezzük fel, megválasztanának, és akkor lenne egy testület, amelyik féken tart. De azt mondom, hogy hátulról, utolsó sorból, a szamárpadból tudok így tolni, igaz, hogy ők irányítanak, akkor egy fordított helyzetben, mert kíváncsi lennék például, hogy a polgármester tudná azt a munkát végezni, amit én szeretné-e, szívesen tennie, tényleg alázattal csinálja, kvázi cserélnénk egy ciklusra, akkor kiállna helyt a másik munkájába jól, vagy jobban. Én azt gondolom, hogy ő nem is akarna. Már akkor se akart, amikor ugye az előző választások voltak. Ez tök jól látszott, mert nem is indult képviselőnek. Tehát ő biztosra ment. És ezek után szerintem nem is indulna soha. Nagyon meglepne, ha most mondjuk egy képviselői lehetőséget is bejelölne. De azt gondolom, hogy egy bizonyos szint után már nem lép vissza. Gőgből, dacból, tartásból, meg kellemetlen is volna szerintem neki. De egyébként pedig én úgy vagyok vele, hogy ez nem gond. Ha az ember akarja csinálni, akkor tök mindegy, mit csinál. Tehát én simán elmegyek a romatelepre, és kiganézok, meg kipucolom a WC-t, vagy bármi, amiből gúnytárját is űznek sokszor, de azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az ember megismerjék, és,
és tényleg el tudjon érni eredményeket, ahhoz legalulról kell kezdeni. Az utolsó, legalsó társadalmi réteggel, a legegyszerűbb emberekkel, adott esetben a közmunkásra is mindenkit meg kell szólítani, tudni kell, ismerni kell. És ehhez nagyon-nagyon jól jönnek a szociális feladatok, az, amiket csinálunk, és most már olyan szintre jutott, hogy féket kell szabnom, mert túlkapások is vannak. Erről mesélj, hogy mit csinálsz, mert ez nyűgöz le engem, hogy akkor mi is ez a szociális tevékenység, meg adományraktár, meg... Hát ez egy ilyen saját kútfőből kipattant ötlet. Mint általában az ötleteink 99%-a, tehát nagyon kevés alkalommal van az, hogy valahonnan elveszek, ellopok, elcsalok ötletet, de van ilyen, és akkor azt tökéletesítem, vagy változtatok rajta. Nem tudom, hogy önökkel előfordul le, hogy hajnalban arra ébred, hogy valami életszerű álom zajlik a szem előtt, de az a hajnali 3-4 óra, és akkor, de zenével is van így, meg sok mindennel, és akkor reggel azért úgy bele-bele feledkezik az ember, ilyen foltos lesz, ha visszaalszik, úgyhogy érdemes lejegyezni, és akkor tök jó dolgok jutnak eszembe, de lehet, hogy csak akkor abban lévő lelki állapot vagy lelkesedést tünteti olyan jóvá ezt az egészet, de ha az ember nagyon akarja, akkor még egy vesztes helyzetben is lehet tök jó dolgokat csinálni. Szóval a lényeg az, hogy volt egy ilyen kis rendezvényünk, amit így teljesen egyedileg kezdeményeztünk Solcvatkerten, ez egy márka találkozó, rajongunk a BMW-ért, mondjuk ez egy kicsit ilyen közhelyes, de tényleg, és elkezdtünk egy ilyen pici találkozót összeszervezni, néhány évig ment ez így privát, aztán láttuk, hogy ez kell egy cég, mi nem vagyunk erre képesek, ez egy teljesen amatőr dolog, ami egész nagyján nőtte ki idővel magát, és hát aztán lett egy, folyamatosan változtak ugye a társaim, lett egy olyan vitás helyzet, amikor nekünk nem volt jogalapunk, és az önkormányzat szerintem nem jól döntött, és egy olyan helyzetet teremtett, hogy babarul a tépés lett belőle. Ennek nyilván a város itta meg a levét, ezt nem akarta senki, de hiába kértem a meghallgatások alkalmával, hogy figyeljenek rám, stb. Nem foglalkoztak vele. Nem is tehették, mert hát jogilag, ahogy áll a helyzet, csak úgy lehetnek. Tehát ők nem, egy magánemberre nem köthetnek szerződést, mondjuk. Voltak ezzel a kivételek, de mindegy, szóval ők ebbe kapaszkodtak, kész. Nem voltak szerintem alaposak. Aztán elmentünk egy másik településre idővel, mert hiába rendeződött a helyzet, azért a tüske bennük maradt. És ez volt a kiváltó, hogy akkor próbálják érvényesülni, indultam a választásokon. Alapvetően ez volt a motiváció. És ennek a rendezvénynek, a cégünknek, amit alakítottunk hirtelen kutyafuttába, mert ugye csak úgy lehetett végül megcsinálni, vannak eszközei, teherautói, járművei, tehát oda szeretnék kiukadni, hogy van egy eszközpark, ami gyakorlatilag egész évben nem használt. Egyszerűen áll a parkolóban. Most az túl nagy luxus, hogy ilyen eszközök ott álljanak, és arra gondoltuk, hogy mi lenne, ha valami hasznot is hajtanának. Úgyis, ha már képviselő vagyok, mert közben ugye azzá választottak, akkor lehetne népszerűsíteni ezt a tevékenységet, és mi lenne akkor, hogyha gyűjtenénk adományokat, és azokat összehordva kiszállítanánk. Tehát egy kicsit olyan, hogy is mondjam, más irányból közelítettük meg ezt az egész dolgot, azt mondtuk, hogy jó, legyen ez más vagy több, mint amit szoktak csinálni, szedjük össze, meg vigyük is ki, döntsünk, raktározzunk be. Tehát nem az van, hogy csak oda jön és elviheti, hanem amúgy is testhez álló, meg kellene fizikai munkát is végezni, konditeremben nem járok, az túl drága már, régen jártam hiúságból, de már nem. Mi állna jobban, mint a szekrénypakolás. És akkor elkezdtünk ezzel foglalkozni, mert az idős emberek, vagy a rászorulók, azok ezeket a nagy dolgokat nem olyan könnyen mozdítják, és ugye a nagy terautó meg ott áll. De hát, hogy mégse legyen az, hogy a semmiből jövünk, van nálunk egy tündérkéz jótékonysági egyesület. A képviselőválasztáson indult a Csekekutas Katalin, Katika, az elnök ennek az egyesületnek, ő is képviselőnek, nem lett megválasztva. És gondoltuk, hogy besegítünk neki. Hát nekünk mindegy, az ő égisze alatt csináljuk, és akkor neki segítünk. Neki volt egy elkapott épület alsó szintje, ahova be lehetett hordani az összeszedett dolgokat, és idővel ki lehetett hordani. Katika eleinte mondta, hogy ide-oda, amoda, de ő nem nagyon szeretett ebben foglalkozni, mert egyedüli nő létére férje, ugye külföldön dolgozik, egyedül nevel a gyerekét idehaza, hát mégse egy nőnek való ez a pakolászás. Majd aztán ez a
ahogy kezdett egyre jobban menni ez a dolog, ugye az interneten hirdettük, illetve kerestük, hogy jelentkezzenek olyanok, akiknek szüksége van erre a segítségre. Ennek egy baleset által leégett ennek az épületnek a teteje, majd a tulajdonos mondta, hogy nem tudja továbbadani, beáztak a dolgok, és kellett keresnem egy másik felajánlott. Tehát nem fizetünk érte a raktárhelyiségért épületet, ahova ezeket össze lehet szedni. És akkor gyakorlatilag önálló útra léptünk, úgymond a Katikától elválva. Már évből bennünket kerestek meg, és annyira felfutott ez az egész, hogy most a hétvégén például már nem az az irányvonal kezdett érvényesülni, amit eleinte elterveztem, nevezetesen, hogy több tartó pillére van ennek az elképzelésnek. Tehát először is segítsünk a rászorulókon. Az emberek adják, az emberek adományát adjuk nekik oda. Tehát mi ebbe pénzt nem teszünk, jó, tankolok, meg az időm, meg ha van egy segítőm, azt néha szoktam jutalmazni, vagy valami ilyesmi, de összességében véve nagyon kevesen vagyunk, tehát 2-3 ember csinálja mindezt, és óriási mennyiségű bútor, meg minden van megmozgatva, tehát több kamionnyi cuccot pakoltunk eddig át, de alapvetően az egyik pillére az, hogy segítsünk a rászorulóknak, és valójában nem mi segítünk, hanem ha mondhatom úgy, hogy ti, meg mindenki. Mi csak kapocs vagyunk. A másik az, hogy Soltvadkerten, és amiért a képviselőséget is választottam, és legfőbb célkitűzéseim egyike volt a kettő közül, nagyon-nagyon a közigazgatási terület elszemetesedett. Ugye egy erős iparral rendelkező, műanyagiparral rendelkező település, és borzalmasan sok szemétkupac volt Soltvadkert közigazgatási területére kihordva. Most már megvannak azok a személyek is látóteremben, akik kihordták. Néhány személyről van mindösszesen szó, aki életvitelszerűen úgy élt, hogy 5-10 ezer forintért egy-egy autóval, csettegővel felvéve a szemeteket kihordta a természetbe. És elkezdtem ezeket a szemétkupacokat felderíteni. Először nagyon nehézkesen ment, de aztán néhány rajtafogás, vagy baráti segítség, vagy súgás hatására sikerült megtalálnom a szemétkupac tulajdonosát, vagy elkövetőjét. Most gondolkoztam rajta, hogy mert egyébként szoktam szeretni pózolni, videókat csinálni ilyen spontán, ami nem túl jó, viszont azt gondolom, hogy eléggé autentikus, és lassan megszokják, mert ezt a vízimiskát, meg a beszélstílust, ami nem feltétlenül egy általános. De a lényeg az, hogy sikerült néhány tettesig eljutnom, egész pontosan 15-öt sikerült fölgöndíteni, de azt el kell, hogy mondjam férfiasan, hogy az első 8 év nagyon vért kell izzadni, hogy meglegyen, mert sok évig ezek védik is egymást meg. Szóval olyan dolgokat csinálok, hogy elképesztő, de a második 8-at már, vagy 7-et már az első 8 köpte be. De ez magyaros. De hát azért meg lehetett volna azt csinálni, hogy valakinek, mint a pápai polgármester beönti a kapuján, és akkor csinálok egy ilyen önszároló videót, de ezt nem találtam jó ötletnek. Túlhivalkodó már nekem is. Meg nem akarom azt az embert lejáratni. És mi van, hogyha most megbocsátunk neki, jó útra tér és szavazóvá válik. Tehát nagyon, nagyon összetett a tevékenység, jó át kell gondolni, mit csinál. Nem az a cél, hogy megutáljanak, így is nagyon sokan, akinek kellemetlenséget okozok ezek a nyilvános dolgokkal. Ezek azért a családi szinten úgy nem szívlelnek. De nem az a lényeg, hanem majd megbékélnek, és akkor lehet, hogy majd meggondolják magukat. Szóval a lényeg az, hogy volt, akinek a kupac szemétét elvittem, és akkor ővel, amikor rájöttem, hogy ki az meglett, akkor egy másikat szedettem föl, és ezekről mindig beszámolok. Tehát a nagyon fontos, mivel egyedül vagyok, a nyilvánossághoz fordulni. Semmi más fegyver nincs, csak a nyilvánosság. És az ellenlábasaimnak ez okoz a legnagyobb problémát. Nekem nincs titkolni valami. Igazából nem mondom, hogy hibátlan vagyok, vagy hogy bűntelen, de azt szoktam mondani, hogy nem a bűntelen, a hiteles, hanem az őszinte. És ezen az úton kéne menni, és aztán mindenkinek levonni konzekvenciákat, meg persze változni, tudni változni. És hát szóval rengeteg ilyen szemétkupacot is derítettünk fel, és hozzáteszem, hogy az egyik fogadalmam az volt, hogy megtisztítjuk a települést. Na most a város is nyert pályázatokat, és elég sokat elszállítottak ők is. Hozzáteszem, csináltak olyat is, amit nem kellett volna. De nem akarok annyira radikális lenni, hogy tényleg a múltat ennyire feszegessük. Viszont arra jó, hogy adott esetben, hogyha egy erős támadásnak lennék kitéve, akkor van védekezés a kezembe. A helyzet az, hogy volt, ahogy volt, meg akárhogy is, de
nagyon jól sikerült megtisztítani Solt-Vadkert közigazgatási területét a szemétől, közösen, de nem csak azért, mert ami most van, azt, meg eddig volt, azt elpakoltuk, hanem elkezdtek félni az emberek, és nem merik kivinni. Táblákat gyártattam, saját pénzből helyeztem ki, fenyegetem kamerafelvétele őket, noha nincs kint kamera. Ugye arra nincs is joga az embernek, az lehet, hogy éppen még jogot is sértene, de tényleg nagyon-nagyon visszafogódott ez a dolog, nem keletkezik ennyi szemét. Nagyon sokat küzdök azért, hogy a hulladékudvaron mindig rendelkezésre álljon leadhatóság, konténer mindig üres legyen, vagy ha megvan telve, akkor feszegetem a témát nyilvánosan, hogy cseréljék ki, akkor napok telnek el sok esetben. Ez a mohus hulladék gazdálkodási átvétel sem megy olajozottan, azért nagy falat ez a kormánynak, szerintem ez nem volt kidolgozva. De úgy gondolom, hogy azért nagyon-nagyon lassan azért ki kristályosodik ez, tehát jó irányba megy, a hulladéktelepek is, a fémátvevők is lassan kinyitnak, már megéri nekik, nálunk is most nyitott ki, de még nagyon alapjáraton megy. Tehát nekem az a lényeg, hogy ne vigyék ki a természetbe. Hiába volt ez szokás nálunk, tisztuljon meg, és ez az állapot maradjon is fent. Másik az idegen forgalom fellendítése volt, amire próbáltam jobban ráfeküdni, de hát mivel hogy a város nem szívlelt annyira a viselkedésem miatt, azért kiszerveztek az idegen forgalmi vonatkozásokból. Úgyhogy több energiám maradt a környezeti dolgokra, és azt már szeretném elmondani, hogy nem vagyok környezetvédő. Tehát irtózom ettől, én magam is szennyezem a környezetet, igenis a BMW találkozón gumit füstölünk, és ez egy káros dolog, ebben én tisztában vagyok, de egyszerűen vannak olyan tradicionális dolgok, amivel nem nagyon tudok mit kezdeni, meg nem is nagyon akarok. Tehát megeszi az ember a pacalt, attól kövér lesz, a cukorbeteg lesz, nem tudom, magas a vérnyomás, elhízik. Tehát vannak olyan bizonyos dolgok, amiket tudomásul veszek, de azt mondom, hogy mindennek megvan a helye. Tehát a demokrácia meg az együttélés arról szól, hogy bizonyos dolgokat engedni kell valamilyen szinten. Tehát kell egy egyesség, és ez csak együttműködéssel lehet. Úgyhogy jelen pillanatban most ebben az idegenforgalmi dologban nem veszek részt, de azért bírálatokat szoktam adni. És meg vannak is elképzeléseim, hogy lehetne ezt jól csinálni. Egyébként mi is tanuljuk, tehát még most is tanuljuk. Minden évben egy csomó újdonság van, amivel nem számolunk a rendezvények szervezésével kapcsolatban is, de úgy gondolom, hogy egyre jobban megy. Tehát minél többet csinálja az ember, egyre jobban megy, egyre több a kapcsolat, a bizalom. Valózottabban mennek a dolgok, úgyhogy ha egyszer oda kerülne a dolog, hogy tényleg húzhatok is, nem csak tolok hátulról, akkor nekem vannak ötleteim. Azt nem mondom, hogy jó, én úgy gondolom, hogy jó, ilyen hajnali ötletek, de be szoktak jönni. Tehát az ember nagyon akarja, meg lelkiismeretes, meg tényleg sok mindent rátesz, félretesz bizonyos dolgokat, nem mondom, hogy nem veszteség. Tehát a család, a gyerekek, az attól elvett idő, ez mind veszteség, és ezt a párom jelzi is. És már nem is olyan finoman. Úgyhogy az a helyzet, hogy az élettele van válaszutakkal, és akkor bizonyos időt adni kell magunknak is. És azt gondolom, hogy ha nem úgy alakulnak a dolgok, akkor én tényleg megtettem, amit lehet tisztességgel, és én büszkén kibírok szállni. Most nem azt akarom mondani, hogy többet dolgoztam, mint többi képviselőtársam két ciklus alatt, de mondhatnám szerintem. Habár nem látok pontosan bele, hogy mit csinálnak, mert ők gondosan maguknak vannak. Tehát úgy kell képzelni, hogy vannak ők, meg egyedül én nem erről. És akkor, de mindig elmondják, hogy működtetik a várost, de ez mindent jelent. Nem hivalkodnak a támogatásokkal, segítségekkel, értem. De nagyon kellemetlen az, amikor valakit hétvégén fölhívnak, hogy te figyelj, segíts már, gond van. Öt kutya van a házam előtt, egész éjjel itt voltak. Nincs mit ennünk. A férjem az uram megvert valahova éjszakát, be kéne húzódnom. Tehát olyan életszerű dolgok, és minél jobban belemegy az alsó társadalmi irányba az ember, beleavatkozik, vagy belelát, annál látja, hogy ez majdnem, hogy mindennapos. Persze aztán vannak, aki rászokik erre, és akkor folyamatos notorikus, azt is kell jó kezelni, hogy vissza-vissza jár mindig valami ilyen lehúzós, mondjuk úgy. De
Szóval, hogy ez nagyon-nagyon embert igénylő. A másik az, ha nyilvánosan segít valaki. Ugye ez mindig egy nagyon megosztó dolog, mert ha azt mondjuk, hogy hát én nem hivalkodok abban, amit segítek, például tételezzük föl, akkor az ember elgondolkozik, hogy tényleg én neve hivalkodok, most ez rossz, ez most kellemetlen, most érezem magam rosszul azért, mert te úgy gondolod, és hogy ez önsztárolás, meg egyéb. Nekem a szüleim, illetve a nagyszüleim pedagógusok voltak. Én az is vagyok itt most szívesen, ezt elmondom. Tehát a pedagógus az egy külön világ, óriási meló. Tehát a gyerekekkel bánni, akik próbálgatják a határokat, csak a határfeszeket, főleg ma, manapság, bemegy az ember az iskolába, elképed. Szóval nem lennék a helyükbe. Nem tudom, hogy mi a reális bérezésük, hogy mi az ellentételezés mindezért, de egy biztos, hogyha ezt valaki nem szereti, akkor nem tudja csinálni. Szóval ezt szeretni kell, ezt akarni kell csinálni, és azt gondolom, merem azt gondolni, bízok abban, merem azt gondolni, igen, hogy csak jó példával lehet tanítani. Attila, azt mondtad, hogy te nem tudsz beszélni. Hát jó, ha most belendültem. Mondtam, hogy nem szokásom így elmenni, beszélgetni szokásom, de előadást tartani nem. De hogyha megvan a szál, elindulunk, akkor már... Most azon gondolkodom, és nekem is hasonlókat csinálunk itt mi, csak kisebb volumenben. Tehát nem pakolunk szekrényeket, de ruhákat, egyéb eszközöket, igen. De nagyon sokszor elmondják nekem azt, hogy hát kiteheted a lelkedet, de egyáltalán nem biztos, hogy ezt az emberek meg fogják köszönni. Egyáltalán nem biztos, hogy ezért hálásak lesznek, vagy a választásokon rád szavaznak, mert majd 5 kiló krumpliért úgyis. Neked erről mi a benyomásod erről? Te ezt hogy érzed? Azok az emberek, akiken te ott segítesz. Hogy gondolod? Hát ha röviden akarnám megfogalmazni, akkor ugyanígy. Ez persze nem boldogít. Eleinte még gondoltam azt, hogy ebből milyen jó ki lehet jönni, és hogy tényleg ezért érdemes dolgozni, mert ennek meg lesz az eredmény. De nézzük reálisan. Tehát a legalsó társadalmi rétegek jelentős része, nem mondom, hogy többsége, de nem szavazóképes. Mert egyszerűen eltiltások alatt vannak. Tehát közügyektől meg úgy egyáltalán. Tehát eleve van egy ilyen helyzet. A második az, hogy nem véletlen vannak ott, ahol vannak. Egy jelentős része nagyon lusta. Meg kell nézni a környezetét, az mindent elárul. Arra is lusta, hogy fölöltözön, eljön szavazni. Harmad része annyira máró hónapra él, hogy nem róható fel neki az, hogy tényleg adott esetben ő most egy kis elemózsiáért másként dönt, vagy. Igen. Úgyhogy onnan jelentős mennyiségű szavazatra nem lehet számítani. A másik az, hogy Solt-Vadkerten mondjuk a szavazó polgároknak, szerintem a szavazó képeseknek egy viszonylag kicsi része, mondjuk a roma származású, vagy a nagyon alsó társadalmi rétegbe tartozó, a romasággal egy anyagi szinten, átlag szinten élő ember. Tehát nem néhány száz szavazat nem feltétlenül releváns, de viszont lehet a mérleg nyelve. Ha spekulációt nézzük, mert nevezzük, mondjuk ki. Tehát, hogyha azt nézzük, akkor azt mondom, hogy nem az a lényeg, hogy ebből az aspektusból, hogy mennyi emberen segítesz, hanem mennyien nézik meg. Tehát én soha nem annak írok, akivel beszélek, hanem annak, aki olvassa. És ezért törekszek arra, hogy legyen egy olyan platform, amit minél többen olvasnak. És ehhez adott esetben az oldalon olyan dolgokat is megengedünk, vagy csinálunk, ami nem szokás, nem szokványos, és érdekessé teszi. Nem mondom, hogy bulvár irányba megy el, de például a riválisaim azt mondják. Viszont az sokkal kedvesebb. Nem probléma ez. Tehát akitől elhozzuk a bútorokat, azon sokat segítünk, mert nem bírja lerakni, hova teszi. Most egyébként is ez a szemétleadás, ez olyan nyűgös, problémás, ennyit adhatsz le, annyit adhatsz le, nem bírjuk igazából ezt jól megoldani nálunk se, hogy folyamatos legyen az átvétel. És ne különböző irasztal mögötti rossz döntésekkel nehezítsék a leadásokat. Hogy tényleg most volt szó arról is, hogy ilyen 150 kilóig mérő kismérlegre kell rápakolni adott esetben a tételeket, és még egyszer átmérni, legyen az egy törmelék, vagy bár akármi. Tehát, hogy nem életszerű, és sokszor idős emberek
mert látom, hogy jó erős középkorú emberek azok, akik veszik a fáradtságot, és kihozzák a hulladékudvarba, és le akarják adni a szállítóeszközeikre, felrakják, és tényleg fontos nekik az, hogy a helyére kerüljön. Na most ezek ismeretlenül is, merem állítani, hogy fele barátaim. Neki, őket segíteni kell, meg kell becsülni. Mi az, hogy elküldjük őket? Mi az, hogy tehát ilyet nem lehet csinálni. Egy terület rekultivációja, ahol szemetet raknak le, legyen az egy autóbontásból származó hulladék, tudom, mert bontottam autót. Tehát még egyszer mondom, hogy én is csináltam, nem most, régen, de soha nem volt arra példa, hogy a természetbe kelljen kivinni bármit is. Mondjuk én egy szerencsés időszakban voltam, aki csinálta ezt annak idején, 10 évekkel ezelőtt, vagy még lehet, hogy 15 is már van, hogy volt egy nyitott hulladékudvar nálunk, és oda éjjel-nappal lehetett menni. Tehát nem voltok. De egyébként már akkor is probléma volt, hogy a természetbe kivitték, mert annak az embernek, akinek közelebb esett a környékbéli erdő, az bizony odaborította le. Ezt elmondja a régi polgármester is egy, azt hiszem, 87-es vagy 89-es videóban. Nekem mindig az volt a gondom, hogy nem voltak meg azok a mondjuk önkormányzat vagy a hatóság részéről azok a retorziók, hogy mondjuk kapott volna egy 30 000 forintos pénzbírságot, és ennek az embernek mondjuk a monogramját leírtuk volna a Vadkerti Újságban vagy Vadkerti TV-be. Még akkor is megcsináltam volna a szélhámos módjára, ha nem így volt, de a többi embert visszatartotta volna. Úgyhogy azért mondom, hogy tanítani példákkal lehet meg nevelni embereket, az a legnehezebb része. És én nekem ez nagyon tetszik, hogy olyan verziókat mutatni, vázolni föl, amiben vakon hiszünk, de az csak úgy lehet, először én csinálom meg. Tehát nem úgy van, hogy majd megmondom, mit kell csinálni, igen, és nekem ki kell takarítani a WC-t. Ez egy szolgálat. Ha te ezt nem így csinálod, akkor nem vagy rá érdemes. Úgyhogy nekem nem okoz gondot, de ha véletlenül megválasztanának, se okoz gondot. Tehát azt szeretném elmondani. Tudom, hogy nagyon döbbenetes lesz, hogy a közmunkásokkal mondjuk egy napot kint töltök, és videómban leközlöm, hogy mit dolgoztunk, vagy beülök az adóide egy napra, és akkor utána elmondom, hogy mit dolgoztunk, vagy tehát bennem megvan az a hibáim, vagy a fizimiskám ellenére az a közvetlenség, hogy ezt nyugodtan elbírom mondani. Attila, kis színes, menjünk a bulvárosodás irányába. Hogy volt ez a tetőn járás? Volt valami tetőn járás? Igen, hát ez egy kellemetlen ügy volt. Engem nagyon érdekelt, hogy a sportcsarnok ugye egy több mint 100 millió forintos felújításon esik most át nálunk, ami egyébként tényleg időszerű is, de hogy a parkett, ami tönkre ment, ugye egy tetőbeázás miatt ment tönkre, folyamatosan becsöpögött sok ideje a víz, nem volt jól megcsinálva. És ugye arról volt szó, hogy nem több darabból csinálják meg a tetőt, sikerült találni nagy nehezen egy kivitelező vállalkozót, hanem oldalanként, tehát a nyeregtetőnek a két oldalán egy-egy anyagból, most nem akarok butaságot mondani, 13 méteren keresztül egy anyagból leszabva, speciális szállítás, stb. Fogják megoldani, hogy ne legyen toldott része, hogy esetleg bármilyen oknak folytán egy erős észak-nyugati szél által visszacsurogjon, befoljon és eláztassa a mennyezeti részt, majd csurogjon be az új parkettára, mert csak akkor lesz megcsinálva. Ez egy teljesen rendben lévő dolog, egyetértek vele. Viszont ahogy készült, tehát múlt az idő, egy ilyen spontán ötletű vezérelve arra jártam, mondom, csak megnézem én már, hogy ez hogy van megcsinálva, érdekel. Hozzáteszem, hogy egy ilyen rendkívüli testületi ülésen szavaztuk meg a polgármester úrnak az irodájába, a polgármesternek az irodájába, de akkor jártam először a felújított irodában, és tudtam, hogy ilyenre költenek, hogy szavazzuk meg ezt a nagy összegű beruházást, aminek egyébként teljes mértékben a támogatója vagyok, és hozzáteszem, hogy annyira nem izgat, hogy most ide 5 millió vagy oda, érdekel persze nyilván, de nem ez a prioritás, hanem az, hogy rendesen jól meg legyen csinálva, és a hitelesség elkívánja, hogy megnézzem. És egy péntek délután arra járva láttam, hogy dolgoznak az állványon, kiszálltam a kocsiból, nem is néztem a táblákat, hogy egyébként ki volt hír, vagy idegeneknek belépni tilos. Tényleg nem néztem, becsületszóval nem néztem. Viszont egyből a hát klasszik férfi módjára felszóltam az állványon lévő embereknek, hogy megengedik-e, hogy felmenjek a tetőre, megnézzem, hogy mi zajlik. Hát azt mondja, őtőlük fölmehetek nyugodtan. Mondom, de hát mi az, hogy tőletek? Hát azt mondja, ők is följönnek, őket nem zavarja. De mondom, én engedélyt akarok kérni. Azt mondja, ők megengedik. Egy alvállalkozó volt ott, most nem kívánom mondani, hogy mit csinált éppen, de a lényeg az, hogy én engedélyt kértem tőle, és felmentem a tűzlétrán, hangsúlyozom a tűzlétrán, nem az állványzatukon. Készítettem, amikor felértem a tetőre egy fotót, láttam, hogy egybe van,
alul végigmentem az alsó szinten, ugye át lehet lépni a síktetőre, ott látom, hogy néhány helyen megáll a víz még több nap múlva is, és a központi lefolyó környékén egy tócsa formájában ott leledzik, és várja, hogy majd egyszer csak lefújja a szél, vagy lesöpörje a gondok, vagy valami. Tehát azt egy fölösleges kockázatnak érzem, hogy majd idővel a szigetelés átszivárgása után újfent beállszhat az a tetőrész, tehát ezeket meg kell csinálni. És hát elmondták, hogy a vállalkozó rengeteg olyan hibát tárt fel a tetőn, még a megbízatásán kívül szigetelési problémák, egyéb furatok vagy lukak, amit meg kell csinálni, és ezt összeírta és jelezte a vezetőségnek, amiben bízik, hogy sor kerül rá. És akkor igazából engem ez érdekelt, hogy ezek a beállzási problémák, az adott esetben beállzási problémák meg lesznek-e csinálva, és hát felmentem, és én beszámoltam a lakosság felé, hogy ezeket tapasztaltam, ezt láttam, és bizonyos kívánnivalót hagy maga után, de összességében véve lelkiismeretes munkát látok, úgy, mint autószerelő vagy autóépítő, tehát azért van néhány szakma a kezemben, azért láttam meg kutyán nadrágot, tehát meg tudom létezni, hogy egy tető jó fő van csavarozva, nem, gumi alá tétek helyén van a fedés, hogy áll, mekkora a takarása, mi a dőlészége, meg hogy egyáltalán látom azt, hogy egy anyagból csinálta-e meg, úgy, mint ahogy megbeszéltük, és valóban. Nem is volt ebben különösebb gond, egy tök normális íromány született, majd egyszer csak felhívott a kivitelezési vállalkozó, és annak a baráti társaság, hogy nagyon nagy baj van, mert itt föl vannak háborodva, hogy te építési területre bementél, és hogy gondoltad ezt, meg egyen milyen kellemetlen helyzetbe hoztál, és hát köztudottan egy kimondottan balos kivitelező építőipari vállalkozó, ha tudták ezt a tetőt megcsinálni, mert nem nagyon volt alkalmasabb rá, de ez igazából nem zavarta őket. Tehát megvárjuk. Mindenki halkítsa le, aki eddig nem tette. Szóval a lényeg az, hogy kellemetlen volt a kivitelezési vállalkozónak, rosszul érezte magát, mert hogy így is örült, hogy őt választották. Hozzáteszem, nem volt olyan sok olyan szintű jelentkező. Nem szabad kihagyni. És hát igyekezett eleget tenni a kérésnek, mely szerint az elmondása szerint, tehát az elmondása szerint az végig érvényes. Hát felhívta őt az önkormányzattól valaki, hogy tegye meg a szükséges lépéseket, jelentsen fel. Tehát ő nem akar feljelenteni, mert nem akar kellemetlenséget, nem is érzi azt, hogy személyes támadás volt, de annyira kellemetlen neki az egész, hogyha a megbízó részére továbbra is nyomás alá helyezik, ugye itt a kifizetések is szóba kerültek esetleg, vagy valami kifogás, kellemetlenül érzi magát, hogy mondom, figyelj ide, ha úgy érzed, akkor igazad van, valóban felmentem, mondjuk nem engedély nélkül, de tök mindegy, én nyilván nem fogom azt a vállalkozót megemlíteni, aki akkor ott volt, és fölengedett, úgymond, mert nem akarok neki kellemetlenség, mert jelents föl, aztán kész, az most lesz egy eljárás, lesz egy bírság, azt csókolom, azt kifizetjük. Hát most, ha ettől most boldogabb valaki, egyébként ilyen kis, hogy mondjam, egy ilyen kis pitiáner, kicsinyes dolgaik az önkormányzat részéről velem szemben nem először fordulnak elő. Volt rá példa, hogy a nyereményautót direkt kiraktam a város főterére, amit egyébként már Kunfehér tartunk a rendezvény nyereményautóját, aminek műszakia meg mindene volt, egy parkolóban, és pár nap elteltével szóltak, hogy hát nem kértem köztelet használatba vételi engedélyt. Ugye rá volt jó a nyereményautó, de hát most mondhattam volna azt ugyanilyen kicsinyes módon, de hát éppen itt tudtam, hogy a habéletben most még lenne jó, ava járhatok, hiszen kérjek engedélyt, mondom, figyeljetek ide, én nem kérek engedélyt, polgármesterről leveleztem, viszont hogyha ennek van egy díja, akkor küldjétek ki aztán. De én kérjek engedélyt, mondom, nem érted, hogy nem kérek engedélyt, értsd meg, én nem kérek engedélyt semmire, főleg nem tőled, mert értsd meg, hogy te az én beosztottam vagy. És ezt nagyon nehezen emészti meg, és nagyon nehezen értik meg az emberek, mert egy település legfelső szintje, legfelső hatósága úgymond a képviselőtestület. És annak a közvetlen beosztottja a polgármester. Tehát nekünk a polgármester a beosztottunk. Nem nekem, hanem mindannyiunknak. Jó, de jó,
De ha a polgármesternek mondjuk van 5 olyan képviselője, ami a saját köréből van, és mondjuk az egy többségi döntés, akkor gyakorlatilag ő fityet hányhat arra, amit én mondok, mint ahogy teszi is. És ez csak egy ilyen hangzatos valami a részemről. No, a hierarchia így van, nem kötelező neki szót fogadni. Úgyhogy az a helyzet, hogy, és ezt máskor is elmondtam meg írásban is, hogy nálunk úgy van, hogy 8 képviselő van, ugye abból 3 függetlenből 2 már nem akar menni. Tudomásom helyett egy fideszes gazdálkodó szeretne beszállni az egyik egyébként gazda képviselő helyett. Tehát még romlan az arány az ő elképzeléseik szerint. De hát ők tudják igazából így is elegek, mert úgy tudom, hogy a törvény úgy szól, hogyha mondjuk 4-4-es szavazati állás van, akkor a polgármester dönt. De egyébként ez az adott SMS szerint van, mert nálunk a polgármester... Most én nem tudom, hogy csak megszokásból, de néha szavazni, hanem mikor, milyen kedve van, de nem szólok, mert nem releváns. Tehát, hogy úgyis a többség megszavazza. Meg még ebben a szavazással kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy én azért nem aggatom a körmeimet. Tehát vannak olyan társadalmi minimumok, úgy mondom, amik mellett már nem lehet elmenni szólni, akkor szoktam szólni. Tehát a lakosság engem amennyi ügy van, attól sokkal többször keres fel konkrét ügyekkel. Én nem keresek ügyeket. Tehát amikor én kimegyek, csinálok egy videós bejelentkezést, vagy valamihez hasonló, az azért van, mert oda kiküldenek. És azt mondják, hogy azért választottunk meg, hogy csináld, és joggal mondja. És ha van egy mandátum lejárat, akkor addig a napig csinálod. Vagy mondjál le, fejezd be, menjél haza, akkor minek jöttél. Szóval tényleg úgy van, hogy vagy csinálod, vagy nem, de az, hogy ellébecolunk, meg nem veszük fel a telefont, meg ne hívjál hétvégén, meg kellemetlen, meg nem akarok megnevezni, hogy mennyit segítettem, mert az kérkedés, de nevezd meg. Azért nem akarod megnevezni, hogy mennyit segítesz, mert szégyen lett, hogy annyira nem adsz ahhoz képest, ahogy állsz, ahogy mindenki tudja. Ez fáj. Nem akarsz ilyen méltatlan helyzetbe kerülni. Semmi probléma, de akkor te nem merd a szádra venni azt, hogy én megpróbálok magam mellé állítani még hasonló gondolkodású embereket. Nem azért, mert én akarok lenni a sztár, hanem azért, mert azt szeretném, hogyha az emberek besegítenek, mert úgyis annyi a munka, hogy úgysem tudom egyedül megcsinálni. És egyébként is, amit csinálok nélkülük, nem tudnám megcsinálni. Tehát tanítani kell, hogy a hasonló gondolkodású emberek is jöjjenek és vegyenek részt ebbe, mert úgysem lehet, ekkora társadalmi különbségeket nem lehet, akármennyi energiája van egy embernek, nem lehet áthidalni vagy leküzdeni. Ez mindenki, vagy olyan hozzáállású emberek segítsége kell, aki valóban hajlandó tenni, és lehet, hogy nem nézi, vagy csak a gyereket nézi. Nem is van, hogy nem nézem már a szülőket, mert olyan viselkedésük, olyan életvitelt élnek, hogy nem lehet, de a gyereket nézem. Most Attila, egyben biztos vagyok, hogy ha te megnyered ezt a választást, ha megnyered, hát nem leszel egy színtelen polgármester, olyan kis szürke eminenciás, abban biztos vagyok. Tehát szerintem ti is így gondoljátok. És én átadnám a szót a közönségünknek, mert biztos, hogy sok kérdésük van, hogy mi történik még Solt-Vadkerten. Úgyhogy hajrá! Én inkább azt kérdezném. Én most már megtudtam, hogy polgármester, mert azt akartam kérdezni, hogy ilyen funkciója indult, hanem egy független, az országos választáson, hogy gondolkodik, hogy melyik pártot választa, vagy hogy történik, vagy figyelembe veszi-e azt, hogy hogy állnak a pártok, mondjuk például az ellenzékben, a Fidesz, hiába veszik figyelembe, tudjuk, hogy miképpen dönti el, hogy melyik pártra fog szavazni? Én nem vagyok kíváncsi arra, konkrétan az új választ, hanem hogy mi vezéreli, milyen gondolatok. Hát általában maga biztos vagyok, meg tényleg meg szoktam mondani, amit gondolok, de most nem is tudom, hogy mit mondjak, mert ezen még nem is gondolkoztam, hogy ha szavazni kellene országos szinten, akkor mire szavaznék? Pedig kell nem sokára. Európa parlamentire legalább, megyei listára. Nem tartom jó dolognak ezt a pártosdit. Miért tetszik? Nem tartom jó dolognak ezt a pártosdit. Ez egy szükséges rossz, és azt gondolom, hogy,
hogy ez most lassan, hát inkább úgy mondom, hogy ez, ez az illúzióm, vagy ez a vágyam, hogy ez megszűnjön. Tudom, meg hogy valószínűleg a mi életünkben még nem fog, de akkor is azt mondom, hogy a civil magánemberek egysége, összefogása, ami nem jelent kötelezvényeket, nem jelent elköteleződéseket. Nem tudom, hogy ezt hogy lehet jól megfogalmazni, vagy technikailag összerakni, ez nem áll össze. Tehát egy civil, egy tényleg civil, az teljesen partalan. A gondolkodásban is partalan. Mert nincsenek határok. Tehát én azt mondom, hogy csak a jól elvégzett munkának van értelme. Tehát, ha meló van, akkor ráteszünk mindent, és jutunk, amire jutunk. Tehát ott nincs kényeskedés, nem érek rá, el kell szaladnom. Tehát vagy csináljuk rendesen, vagy ne csináljuk. Na most az meg nem járja a liberális gondolkodásom miatt, hogy számon kérünk másokat. Te miért nem jöttél el, miért nem voltál itt, miért nem segítettél annyit, te nem vetted ki úgy a részed, és stb. Nem látunk bele mások gondjaiba, a család életébe, mert hogy nagyon komoly gondjaik vannak, és nem tud úgy, amit mi oda tudunk tenni. Tehát ez nem egy elvárás, nem lehet elvárás. És mindenki máshogy van nevelve, nem beszélve róla, és ami az epronyával, a fejébe bele van töltve a nevelés, neveltetéséből, ő azt fogja hozni. Tehát nem lehetnek túlzott elvárásaink se. Úgyhogy nincsen számonkérés, meg szemrehányás. Ki mennyit tud tenni? Van egy közösség, és nem áll még össze a fejemet. Tehát az, hogy pártra szavazzak, az végletek vannak. Tehát erőszakos, magabiztos, és kevés, úgy érzem, kevés tudással rendelkező, kevés érzékiséggel rendelkező pártvezetés van hatalmon. A másik oldalról meg bohócot csinálnak inkább magukból, és komolytalan az egész, tehát tényleg csak ott legyenek, meg kivenni dolgoknak az élét. Két farkú kutyapárt például. Sokan azért szavaznak, hogy Brahiból. Hát én azért meg nem öltözök fel. Szóval, hogy nem megyek el, nem. MSZP, lecsengett dolog. Nem tudom, tehát én szerettem volna azt, mert apukám mindig arra tanított, hogy fiam, figyelj ide, a gyengébet védd. Kimentünk egy foci meccsre Szegeden, két csapat játszott, egyik se volt a szimpatikus, egyik se volt a kedvencem, akkor azt néztem, ki játszik rosszabbul, és akkor annak drukkoltam, hogy élvezzem a meccset, hogy hát ha. Úgyhogy én megmondom itt, ha megmondhatom így továbbra is, hogy nektek, hogy amikor a Foncsanyi meg a nem is tudom kik voltak még ott felsorolva, a Gyöngyi között kellett dönteni, én a Gyöngyire szavaztam. Azért, mert őt éreztem gyengébbnek, de nem azért, mert... Nem. Valóban a Sanyival szemben a erős. Igen. Én nem mondom, hogy a Sanyi is rosszat akar, de Sanyi már nem az, aki volt, meg szerintem nem is volt soha az, mert tehát én már 20 éves koromban is el tudtam dönteni, hogy mi akarok lenni, mit csinálok, és én amellett ki is tartok továbbra is. Olyan nincs, hogy közben átugrálok ide, meg oda, meg most innen fúj a szél, oda, akkor itt ezt mondom, azt meg azt mondom, szóval ez nekem nem. De hozzáteszem, hogy úgy személyesen nincs vele bajom, meg jól beszél, meg őt is biztos fiatal hajtotta a lelket, de már közel se az, mint régen lehetett. Tehát, hogy nem az. Ki ég ebbe is az ember biztos. Hát... Na, kérdezzetek még. Én nem kérdezni szeretnék, hanem arra gondolok, hogy az önkormányzatiságban van helye a civil szervezeteknek. Tehát ott kell működni, viszont játékszabályokat csak a parlamentben lehet hozni, viszont csak a pártokkal és a civilekkel együttműködve. Tehát ez külön-külön nem megy. Ezt kellene már végre tudomásul venni, hogy ez a két dolog, ez a dolog csak együttműködik. Egy országot csak így lehet normálisan működtetni, hogy összeülnek a pártok, a civilekkel, a hozzáértőkkel is hoznak egy programot, amit aztán közbe bocsátanak az embereknek, hogy tessék, ez az én programom, választhatok. Ezt választották, akkor viszont tartsuk hozzá magunkat. Tehát én nem tudom elképzelni, hogy ezt a két dolgot igazán külön lehet választani. Mert hiszen Fidesz jelöltre szavaznak az önkormányzatban is. Mire föl? Miért nem civil szervezetek vannak ott az önkormányzatban, hogy már annyira csak a civilek számítanak? Tehát én nem akarom elítélni a civileket, nem erről van szó, lehet, hogy élesebben fogalmazok, de mindennek megvan a helye.
társadalomban mindennek helye van. A pártnak, a civileknek, és akkor lehet sorolni. Értem. Én ebben egyet is értek, meg inkább azt szoktam, hogy az ilyen helyzetekre mondani, hogy tudomásul veszem. De valahogy én egy ilyen zabulázatlan ember vagyok, és így is fogok szerintem már meghalni, mert annyi nyert és küzdelmes csatám van az életbe mögöttem, hogy már nincs arra szükség, hogy valaki a pártfogásába vegyen, és akkor valamiért cserébe bármit is ajánlva. Tehát egyszer, mert nagyon drága. Tehát kipróbálta, értem, de hogy én nem tudom azt se például, hogy amikor pártosdíjra kellene szavazni, akkor nekem esetleg egy olyan kényelmetlen helyzetben mindenképp kellene eldöntést hoznom. Tehát a civilségben, meg a szabadságban az is benne, hogy nem döntök. Egyszer nekem az alpolgármester úrunk azt mondta, most éppen itt ül, de most nem így akarok üzenni neki, de tényleg nem, Andrisnak nem. Szóval arról van szó, hogy azt mondta, hogy olyan nincs, hogy tartózkodunk. És akkor gondolkoztam rajta, hogy hát ennek az embernek igaza lehet, hogy már csak el tudom dönteni, hogy fiú vagyok, vagy lány. De szóval azért, akik kitalálták a szavazást, és azt mondták, hogy van ilyen, hogy tartózkodás, azok nem voltak hülye emberek. Van együttállás, vagy egyenállás, vagy bizonytalanság, vagy nem rendelkezünk kellő információval. Ez itt is fennáll. Tehát egyszerűen nem is látok tisztán a pályán, egy óriási hatalomhajhászás, meg pénzhajszolás látok a háttérbe. És nem vagyok abban biztos, hogy például egy bohókás kétfarkú kutyapárt nem csak azért a pár száz millió forintért van ott, amit egyébként, ha össze tud annyit verbuválni, akkor ott tud lenni, hogy ezért menjen. Tehát ez se tetszik, mert a fiataloknak ez a, hogy is mondjam, hogy nem is érdekli őket. Most az, hogy túl sokáig vannak a Mama Hotelben, azt nem érdekli őket. Tehát mi, akik 18 évesen föl kellett kelni, vagy 7 évesen a családi vitával az asztaltól, és gyalog elmenni Szentesről Szegedre, és új életet kezdeni munkásruhába, úgyhogy többet nem menni haza. Tehát mi 70-es években születettek, vagy még 60-as években születettek, mi akármit meg akkor annyi időse, akármit megcsináltunk, és azt mondtuk, hogy akkor is megmutatjuk. A mai fiatalok, hát inkább sírdogál, egy 22 éves nálam is dolgozik, jó fizikai karban van, rendes gyerek, meg minden, de hát cipőnket nem vihetné. De nagyon meg vagyok elégedve, hogy egyáltalán ilyen is van, mert még ilyen sincs. Tehát, hogy egyszerűen úgy képzeljétek el, hogy még maga után a saját szerszámait se pakolja el. Tehát marha nehéz. És annyira elkeserítő, mert amúgy egy tök szép szakma, meg mi rajongtunk ezért, hogy egyáltalán valaki segítsen, meg szóbáljon, meg az öreg szakik, meg hát szóval bekéreckedtünk a műhelybolt, néztük a mesztelen nős posztereket a falon, meg hát gondoljátok el. És hát ezek semmit nem akarnak, csak a telefont piszkálják, pedig tök jó dolgokat csinálunk, és úgyhogy nem vagyok olyan magabiztos, nem tudom. Én azt gondolom, hogy mindig a legoptimálisabbat próbálja választani az ember, tehát aki amellett, hogy legtöbbet ígéri, legtöbbet be is tud váltani a megítélése szerint. Tehát itt is az van, hogy nem feltétlen az ideált, a tökéletest, hanem a rendelkezés állóból a legjobbat. Nálunk is szerintem polgármesteri feladatokra, egyébként én erre azt gondolom, hogy ez egy ilyen gondnoki feladatkör. Tudom, hogy a politikával összefügg, és jóba kell lenni a vezetéssel meg, mert az emberek érdekéről van szó, tehát ez diplomáciai, de azért nem gondolom azt, hogy annyira tehetségtelenek lennénk így senki fiai, hogy ne tudnánk ezeket a problémákat egyébként megoldani. Jó szakemberek vannak szerintem a mi önkormányzatunkban is, és azok, akik csinálják a költségvetés, vagy az adóügyön dolgoznak, évtizedek óta ott vannak. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem kell egy jó vezető, de ha az a vezető nem egy politikai helytartói szereplő. Akkor is ez tud működni. Nekünk új dolgokat kell csinálni, gondnok vagyok, házmester vagyok, megyek az emberek közé, azt csinálom. Tudom, hogy leértékeli ezt az egészet, és ez, ami föl van építve, hogy megközelíthetetlen, megszólíthatatlan, ezt keresztül húz egy tolvonásra. De azt gondolom, hogy
az előre mozdulás az ez. Ebbe az irányba kell elmozdulni, le kell menni az emberek közé, egyszerűen elvesztették a hitüket az emberek, abszolút ki vannak ábrándulva. Én beszélgetek velük, látom. Nem véletlen lehet megvenni pici ígéretekkel, adott esetben a szavazatok előtt egy kis jutalmazással. Ági? Azt szeretném kérdezni, hogy sorozott kettek ki polgármester jelölt lesz, te, meg a mostani polgármester? Vagy annyira nem tudjátok ki? Nem tudom. Én azt gondolom, hogy ha a Feri jó taktikázik, és neki ugye még van egy ciklusa, úgymond a nyugdíjig, úgy számolgattam, mert nálunk az a szokás, hogy mindig nyugdíjasan megy el valaki polgármester. Egyébként ezt most nem akarom őt leírni, ez szokás. De azt gondolom, hogy egy településnek, és most úgy általában véve mondom, az, hogy valaki nem feltétlen öregen, de már nem élete feltétlen teljébe vezet egy települést, és ez már rám is vonatkozik, mert érzem, hogy öregszem. Az, hát én nagyon durván szoktam fogalmazni, de ha valaki innen megy nyugdíjba, azt szoktam mondani, hogy ez a város sírbelesztő, vagy a település sírbelesztő kötele. Tehát ide egy 35-40 éves agilis kockáztatni merő, jó hozzáállású, jó gondolkodású, művelt, világot látott. Most persze ezek, úristen, milyen igények. Azt nem vállalja be. Igen, egyébként ezt érzékelem, hogy azok komoly fizetésekért nyugati vállalatoknál dolgoznak középvezetői szinten. Én ezt érzékelem, és nincs bennük az a elhivatottság, és hozzáteszem, bennem is a sértődöttség váltotta ki ezt az egészet, mert én nem is akartam ilyen úgymond politikai vonalra menni. Hozzáteszem, nem is tartom magam politikusnak, mert nem is leszek az. Hamarabb szeretem, hogyha ilyen bohókásan azt mondják, hogy mindenki Attilája, ez ilyen együgyű valami dologra utal, de akkor is azt mondom, tehát én azt gondolom, hogy ez nem jó irány, és nem tartható már túl sokáig. Ez a nagy különbség, ez a elszeparálódás, és ez a megközelíthetetlenség, meg egyebek. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha veszélyben érzi a Feri a pozícióját, hogy nem tudja ezt megnyerni, akkor indítani fog egy szavazatmágnest. Az azt jelenti, hogy nem fideszes polgármester jelöltet, tehát indítana taktikai okokból, hanem néhány száz szavazatot elszív, úgymond, és akkor úgy sokkal nagyobbak lennének az esélye, ami egyébként lehet, hogy most is elég nagy, csak én gondolom ezt. Én ezt nem tudom megítélni reálisan. És képviselőjelöltek csak fideszesek vannak? Ja. Van, aki indul velünk, aki függetlenként indulna a régi csapatból, és van egy kis roma srác például, és itt is például ki szeretném ezt emelni, hogy én azt gondolom, hogy a lakosság szavazói arányának megfelelően én azt szeretném, ha beülne a mi képviselőtestülünkbe egy roma gyerek. Én azt nem tartom normálisnak, hogy van egy roma önkormányzat, ami most elnézést, hogy ilyen képletesen fogom mondani, hogy az urak ülnek az asztalnál, ezt a csontokat meg ledobálják, és akkor 1-2 millió forinton megy a veszekedés a római önkormányzatban. Azt nem mondom, hogy ugyanúgy kell mindent kezelni, de az esélyt meg kell adni. És amikor nem úgy viselkednek, nyilván akkor, vagy nem az jön ki ebbe az egészbe, akkor visszamenni, de egy olyan integrált roma sászról van szó, akinek nem roma felesége van, egy gyereket már hozott a házasságba, őtől le is van egy gyereke, és egyébként nagyon közösségi, alázatos. Egy jó példa, egy pincér fiúról van szó, aki egyébként egy jó megjelenésű, jó beszédű, higgadt, nyugodt. Hát látott ő is már sok mindent, de mégis ehhez a normálisabb, kiszámítható élethez vonzódik. És egyébként most a helyi vendéglátóegységből átkerült Kiskörösre a Vínumba. Az egy ilyen minőségi, színvonalas hely, ahol tehetősebb emberek tartanak családi rendezvényeket, esküvőket, és nagyon szeretik. Tehát ő még akkor is, hogyha nem olyanok az esélye, akkor is az elveimből nem szeretnék engedni. Ezt tényleg komolyan gondolom, hogy neki ott van a helye mellettünk, és képviselje a sajátjait. Tehát, és egyébként nem tartom sok értelmét a német kisebbségi önkormányzatnak se. Se a tevékenység a munkája miatt, pedig a szomszédom az elnök, és nagyon jó meg vagyunk, egy nagyon rendes ember. De hogyha tényleg annyi német ajkú van, akkor azoknak is szerintem köztünk kellene ülni. És ha van ilyen külső település, mint mondjuk nálunk Selymes, amit egykoron a városiasodáskor bevontak a településbe, akkor az lenne az egészséges, ha lenne egy selymesi is. Tehát, hogy ez már kezd egy kicsit ilyen körzetesedési irányba el, mert ugye nálunk nem úgy van a kis listás, igen, 10 000 alatt. De nem elég nagy a település tudomásom szerint ahhoz, hogy ilyen irányba elmozdulunk, de
tök jó lenne, mert mindenkinek lenne saját területe, meg felelősül lehetne tenni. 10 000 fő fölé kerültök, és már is hát lesz. Az egy nagyon-nagyon nehéz meccs. Talán soha nem volt annyi vadkerten talán. Köszönjük szépen. Utána még lehet, hogy Attilát meg lehet itt környékezni. Mondanám nektek, hogy akkor jövő héten folytatjuk. Jövő héten politika jön a civilek után. Mustó Géza jön, lesz a vendégünk, az Árnyék Kormány belügyminisztere, és egy rendészeti program bemutató lesz. Következő héten Simko Edit a pedagógus tüntetések egyik ikonikus arca, majd pedig Jószai Teodóra lesz a vendégünk, Sziget-Szent Miklósról, területigazgató, BK elnök is, és ő megint egy példaértékű számunkra, amit ő csinál. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, fogyasszatok még, a pogácsát meg kell lenni, amit hoztunk, jó? És aki szeretne csoportképet, az jöjjön ide, legyen szíves. Aki nem szeretne fonyképezkedni, az meg ne jöjjön ide. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok!